Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadnagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindítjuk ma is a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádion. Március 3-a van, csütörtök reggel, fél hét után vagyunk. Egy perccel, és itt van Kántor Endre. És Gede Balázs. És 0630 20 10 909 SMS, WhatsApp, Viber szám, ez például belül átnézem, átfutom, hogy írte nekünk bárki bármit. Igen, D-kartás természetesen 6 óra 2-kor. Minuszos, de már pirkadatos, kis optimista, jó reggelt kartársak. Gödről Pestre még minden szakaszon suhan a forgalom. A Szerencs utcai lámpát ma ismét sikerült menetből abszolválni. A menetidő kellemes, 20 perc jelenleg Zugló Hermina mezőre. Az nagyon jó. Hát igen, a kis optimizmust ezt most én idézőjelbe tenném, vagy zárójelbe, 8. napjába léptünk ennek a borzalomnak. Attól még optimisták lehetünk. Persze, nyilván. Nem, könnyű. Igen, egyre nehezebb talán, mondjuk így, hogy bár ugye béketárgyalás soknak a második szakasza is most már. Igen, a tegnapi elnapolás után ugye mára. Igen, ma este, ma este lesz, hogyha jól emlékszem, de azért közben nagyon sok minden történik, de hát nyilván mondjuk majd az információkat. Nos, befelé közlekedvén én a Budaörsi útról tudok helyzetjelentést adni. Mikor jártam ott, 25 perccel ezelőtt már eléggé feszesnek tűnt. Nem azt mondom, hogy dugó volt, csak mind a három sávban elég komolyan jöttek befelé az autósok, úgyhogy fel kell készülni, hogy ma is erős lesz a forgalom befelé, de hát ez minden reggel így van munkanapokon. Egyébként erősebb forgalmat észleltem én az M7-esen. Egy kicsit annak erősebb tűnt nekem is. Igen. De én annak tudtam be, hogy most egy árnyalattal később indultam, egy 2-3-4 perccel, mint ahogy szoktam. Hát nem, és reggel azért az úgy szokott, igen, számítani. Nem tudom. Tehát, hogyha te is úgy érezted, akkor az azt gondolom, hogy többen közlekednek, igen, most. Lehet, hogy kicsit élénkebb a forgalom. Nem tudom, hogy minek köszönhetően. 0630 20 10 909 Viber, WhatsApp és SMS számunk ez. Minden kedves Kornéliának nagyon boldog névnapot kívánunk, csak úgy, mint a Frigyeseknek, az Irmáknak, Kornéloknak is, akik ma ünnepelnek, Mirkóknak, Nelliknek. Hát és a Kunigundákat is hagyjuk, vannak híres Kunigundák, igen, ugye a Kandidban valakinek a lánya Kunigunda, és... Hát a Kandidnak volt a szerelme. Vagy a Kandidnak a szerelme, igen, főleg. És Szent Margit leánytestvére is. Tényleg? Kunigunda, na, igen, negyedik Béla leánya. Én úgy emlékszem, hogy a Kingához van köze ennek a névnek. Igen, a magyar alakváltozata a Kinga, a Kunigundának. Na, akkor jól emlékeztettem. Mm-hmm. Nemzetség és harc a germán eredeti női név jelentése. Hát sok ilyen, a germán neveknek egyébként a jelentős része az valami harcos, ilyesmi, igen, jelent. Bátorság, harc, nemzetség, bátorság, harc, így egybe. De hát ezek az ősi nevek természetesen ilyenek. Na nézzük, mit történt ezen a napon a történelemben. 1791-ben megalakult az Amerikai Egyesült Államok pénzverdéje, a US Mint. Ez nem a mentol, hanem, igen, a pénzverde. Ez nem ilyen kis dobozos, apró mentolos cuki. Nem tudom, hogyha vásárolgattok külföldi ilyen használt szájtokon, akkor amikor mi odaírják, hogy mint condition, igen, ugye, az azt jelenti, hogy mint mi, magyarul is új van. Magyarul is mint, ugye, a új lenne. Mint az új.
Igen. Mondjuk érméknél egyébként magyarul is verde minőségek szokták mondani, hogy legutóbb a 75 éves forint, 5 forintos szériájából szereztem. De egyébként ilyen. Ez mindenre de mondják, igen, ami, igen, ami gyári igen. állapotú, tehát gyakorlatilag mintha. Most lett volna gyártva. Aztán meglepődtem, hogy 1881-ben elkezdi működését a Magyar Távirati Iroda, nem még jártam itt, ugye adásban konkrétan kedden, akkor is a Magyar Távirati Iroda megalakulását ünnepeltük, illetve konkrétan azt. És azért meglepő ez számomra, mert 1881-ben nem gondolnám, hogy ilyen gyorsan mentek a dolgok, hogy megalakul, nyilván nem kedden, nem tudom milyen napra esett a március 1-e, és március 3-án már meg is kezdi a működését. Bár végül is mi kellett hozzá egy íróasztal, egy írógép. Hát akkor nem sok minden kellett, papák. Csak egy elhatározás. Igen. Aztán az elhatározás az egy kicsit elpárolgott egy jó pár évre, aztán visszajött az elhatározást, aztán most úgy tűnik megint elpárolgott. Na mindegy. Hát van egyfajta elhatározás. Jött egy másik elhatározás, igen. Igen. Na, és hát úgy látszik, ez ilyen sajtótörténeti mérföldkő ez a március 3-a, mert 1923-ban pedig ezen a napon jelenik meg az első amerikai heti hírmagazin, a Time. Igen. Magazin első száma, a magazin ítéli oda mindenében ugye az évembere titulust olyan személynek, csoportnak, gépnek vagy elvont fogalomnak, mely az adott évben kiemelkedő hatással volt a világra. Észtországban és Lettországban 1991-ben népszavazást tartottak ezen a napon arról, hogy a Szovjetuniótól függetlenek legyenek-e, a polgárok nagy többsége így szavazott. Hát elég sokat gondolunk most Észtországra és Lettországra. Igen, is, és remélni tudjuk, hogy majd így is marad ez az állapot, ahogy ez 1991-ben eldöntetett. Na nézzük akkor a híres születésnaposokat ezen a napon. Gróf Andrássy Gyula, külügyminiszter, magyar miniszterelnök, ugye 1823-ban született. Aztán Jamaji Tata, az indiai ipar atya, a Tata klánnak a... Vagy ez nem a Tata klán? Szerintem Tata klán. Hát, hogyha indiai, akkor csak Tata biztos. Klán. Lehet, hogy a Tata 1839. Az olyan, mint a Kovács. Indiában, nem tudom. De ugye Ratan Tata lévén, meg a Tata gépipari, meg egyéb nagy mindennel foglalkozó konglomerátum, hát biztos, hogy szerintem... Közük van egymáshoz, igen. Alexander Graham Bell, amerikai tanár, feltaláló, és ezen a napon született 1847-ben. Csortos Gyula, magyar színművész, uh-huh. 1883-ban. Hát nagyon-nagyon régi filmek őrzik az ő emlékét. Azt hiszem, Csortos Gyula sorozat is volt. Egy időben volt igen. a magyar televízióban ilyen bizonyos igen. sorozatok, rendezőktől, meg színészektől, és mintha lett volna ilyen is. Hideg Kuti Nándor, a válogatott labdarúgó, az aranycsapat tagja, 1922-ben született ezen a napon. Aztán kik vannak még itt? Asher Tamás, Kossuth és Jászai Majd Díjas magyar rendező, őt köszöntjük innen nagy szeretettel, mint ahogy Bátorfi Csilla magyar asztali teniszezőnőt is, és Nagy László magyar kézilabdázót is, ők mind a mai napon, tehát március 3-án ünneplik a születésnapjukat. És hát persze a hallgatóknak is, hogyha éppen a mai napra esik, igen, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk. Így van. Hát igazából most már, mint mondtam, 8. napja le se cuppanok a BBC Five Live-ról, a CNN-ről és az összes csatornáról, ahol folyamatosan követjük az eseményeket és nézzük, hogy mi történik Ukrajnában. Hát pont azon gondolkodtam ma reggel, ugye mi azért úgy lefekszünk aludni és így pihenünk, igen. felkelünk és azt mondjuk, hogy hú, egy fűtött lakásban keltem fel, meleg vízzel tudok zuhanyozni, nem úgy, mint rengetegen Harkivban, Kijevben, és azokban a városokban, ahol már átvette az irányítást az orosz hadsereg. Pont egyébként a BBC Five Live-on reggel nagyon érdekes beszélgetés volt egy amerikai politikai elemzővel, a Biden évértékelő beszéde kapcsán, és ugye az ukrán helyzet kapcsán, és hát a hölgy, aki egyébként tűpontos elemzést adott a helyzetről, meg nagyon érdekes dolgokat mondott, többször véletlenül szovjet hadseregnek. Igen? Hát figyelj, az a helyzet, hogy kicsúsznak ilyen dolgok. Persze, persze. Nem egy mai darab volt már a hölgy, aki beszélt, és hát úgy neki előjöttek ezek a régi beidegződések. De hát nyilván mindenkinek eszébe jut ez. Úgyhogy a következő felvétel az természetesen egy kiállás, vagy egy tisztelgés az ukrán állampolgárok előtt. Következzen egy zene, a Millás reggeli saját.